Köszöntöm nézőinket! Ma ismét az 1989-es év várpalotai eseményeit idézzük fel. Ma szó lesz a Várpalotai Vegyesipari Szövetkezetben végrehajtott több millió forintos modernizációról. Beszámolót láthatnak a dísztér felavatásáról, valamint a zágrábi képzőművészek Nagy Gyula galériába rendezett kiállításáról is. Elsőként azonban nézzük meg azt az interjút, melyet a Városi Televízió 28 évvel ezelőtt készített az 1956-os forradalom és szabadságharc várpalotai résztvevőivel, dr. Balogh Sándorral és Völgyi Vicina Józseffel. Dr. Balogh Sándor 1956-ban Várpalota város tanácselnöke volt. Sanyi bácsi, hogy tetszik visszaemlékezni az eseményekre? Ha jól tudom, Várpalotán október 26-án kezdődtek a bonyodalmak. Igen. 1956. október 26-án a délutáni órákban arra lettem figyelmes munkahelyemen, a Városi Tanács épületében, hogy a főtéren lévő szobrot tömegek döntik lefele, húzatják le vontatóval. Mikor ez megtörtént, akkor a tömegnek egy része rohant fel a Városi Tanácshoz hozzám, ahol a védelmemre kirendelt két kis katonától a géppisztolyokat elvették, vitték az utcára, utcára dobáltak ki különböző dolgokat, de a vezetőjük ezeknek az illetőknek azt mondta, hogy ne szórjatok ki semmit, és ne töltsetek össze semmit azért, mert végeredményben ez mind a dolgozó népnek a pénzéből van. Mikor... A Sanyi bácsit érte ekkor valami konkrét sérelem? Engem személy szerint semmiféle sérelem nem ért, azt sem mondták, hogy maradjak, azt sem mondták, hogy menjek el. Ők mikor végezték a munkájukat, akkor mentek egyenesen a Városi Párbizottságra. Én nekem, mikor ez tudomásomra jutott, akkor én még átszóltam a Városi Párbizottságra, hogy már pedig mennek hozzátok, és követelésekkel fognak fellépni, hogy mivel azt nem tudom nálunk, ezt meg ezt csinálták. És akkor fogtam magamat, elgyettem haza, és ott hagytam a tanácsot. Mit tetszett ezekben a napokban csinálni? Bizonytalanságból idehaza voltam a családom körébe. Úgyhogy végeredményben a tanástól elzavartok, ugye megmondták, hogy én a tanácshoz küszöbét át nem léphetem. Az apparátusnak jó része az megmaradt a munkahelyén, tudomásom szerint. Én meg hát mind akit elzavartak, hogy is mondjam, semmi tevéssel foglalkoztam. Vicina Völgyi József, aki 1956-ban a népfelkelés idején és azt követően a Várpalotai Szénbányák gépüzemének munkástanácsa elnöke volt. Mi történt az 56-os eseményeket követően? Mi lett az ön sorsa? Egyszer csak a munkám közepette oda jött egy, nem tudom, most már pártag lehetett az illető, vagy nem, vagy telefont kaptam, és kiáltottak, hogy Józsikám, egy órára menjek föl a Kossuth utcai rendőrkapitányságra. Kérem, tudomásul vettem, hát nem kellett mitől tartanom, gondoltam én, nem csináltam olyan abszolút semmit, mosolyogva elment. Még voltak viccek olyan kétértelmű felém, hogy Józsikám, így, meg úgy, meg amúgy én vissza vicceltem, hogy hát mi az, hát az nagy valami, hogyha belecsináltam a lisztbe, azt porzott, vagy tudom is, én ilyent is mondtam viccszerűen, úgyhogy nem elkenyődve mentem, hagytam a munkahelyemet, és egy órát elfújta a gyár, fölmentem a Kossuth utcai kapitányságra. Hát kérem szépen, mindjárt folyosón alá fölé járt egy arany keretes szemüvegű, szimpatikus arcú nyomozó volt, mint később megtudtam, Kovács névre hallgatott, és hát jártak, keltek ott fönn, ilyen főháborodott, ilyen, mondhatom, talán félig illuminált állapotú nyomozók is, akiktől némileg tartottam is, hát ezekkel nem lehet normál beszélni. Egyén szerencsém volt, hogy ez az aranykeretes, szemüveges, szimpatikus nyomozó úr ez fogadott, hogy ön a Völgyi József. Mondtam, igen, én vagyok. Tessék azt, hogy helyet foglalni, mindjárt első asztal a folyosón az övé volt. Na most kérem szépen, fölvette adataimat, addig nem is közölte, hogy mi ön volt a tanácsfő, munkástanácsi elnöke. Igen, én voltam a gépüzemnél. És akkor
Jöttek közben olyan egyének is, ilyen agresszív természetűek, akik szóltak oda Kovácsnak, a nyomozomnak, hogy ez az, aki aggatni akarta a kommunistákat föl, meg mit tudom, miféle ilyen fekete szövegek rólam felém. És akkor az én nyomozom fölállt, és igazán korrekt ember módon visszautasított ezeket a tolakodó megjegyzéseket, és nagyon csúnyán ráförmett az előbbi szereplőkre. Hagytak engem gyönyörűen, fölvett adatom minden, és azt mondta, hogy nagyon sajnálom, uram, de szóval nem mehet haza, hanem ide meg ide kell menni, majd jön egy öreg bácsi, aki magát fölkísérít. Azt mondta ez az ember nekem, amikor hazavitt, ezt elmondjam azért, hogy is történt ez a hazahozatalom. Szóval megkülönböztetett ő engem másoktól, hogy miért, nem is hirdatom. Egy reggelen odajött, és azt mondta, hogy a Völgyit keresi, hozzák ki. Persze szót fogadta, kihoztak, és engem elhozott Inotára. Talán azért is csinálta, hogy az autóba időt nyerjen arra, ilyen diszkrét dolgot mondott el, talán a jólelkűségből, sose tudom meg, mi volt. Kihozott idáig az állomás körül, kiszállított, ugye nekem faluba kellett jönni, és azt mondta, megy ki az új a telepre készenlétibe. És kérem szépen elmondta akkor gyorsan azt nekem, hogy tudom-e azt, hogy engem ismer, gyerekkortól van egy kép rólam. Én meg is dicsértem a nagyszerű szakember, ha ez így van. Akkor tudja azt is körülbelül, hogy miért hoztak nekem. A bűnöm az a fontos, mit csináltam. Legjobb tudásom szerint, lelkem szerint, népemnek, hazámnak, még a pártnak sem csináltam semmit. És akkor azt mondta nekem, erősen szemembe nézett, hogy tudja, nem voltunk a gyárba, és az a szovjet ezeressel és egy delegációjával, ott ön megmutatkozott a népszerűségibe, túlzottan népszerű, ha megállapítottuk, maga szól egy szót, maga mögött 100 ember van, még mi, ha szólunk egy-két szót, alig akad valaki mögöttünk, tehát. Ön megérti, biztos meg kutat ember, hogy ilyenkor, ilyen időkben népszerűség szörnyű bűn. Ön nem csak 56 előtt volt tanácselnök, hanem az 1956-os névfelkelés követően is visszakerült ebbe a tisztségbe. Igen, 57. január, bocsánat, egy kicsit ugye emlékezik, hogy ennyi távlatban nem, hanem 56. november 4-én azt is meg kell mondani, hogy a szovjetek kerestek meg, és a szovjet, de hát akkor én itt kerestek a lakásomon, de én már Várpalotán tartózkodtam már, hiszen azt is elmondom, hogy az 56-os októberi utoljai események során azokban a napokban én nem mentem, nem bújtam el sehova, én az utcán tartózkodtam, nyitott szemmel jártam, és hát szóval nem féltem, nem azért nem féltem, hogy is mondjam, hogy mostan nem akadhat ezek között olyan, aki hát velem szemben, nem tudom én, terrorisztikusan cselekszik, hanem azért nem féltem, mert én úgy éreztem, hogy Várpalotán nem tettem olyant azokban a nehéz időkben se, hogy nekem bárkitől Várpalotán, akik ismernek, azoktól félni kellett volna. Meddig dolgozott a Városi Tanácson? A Városi Tanácson 1962. január, illetve február 2-áig dolgoztam, TBC-vel megbetegedtem, szanatóriumba kerültem, és onnit, mikor meggyógyultam és visszajöttem, akkor a megyei tanács igazgatási osztályhoz mentem be dolgozni. Sanyi bácsi, jelenleg ön itthon él, nyugdíjas. Van önben keserűség? Ami a családomat illeti, úgy keserűség nincsen. Legfőjebb olyan keserűség van, hogy amit én úgy gondoltam, és úgy érzem, hogy nem magam vagyok, 40 év alatt, vagy több mint 40 év alatt tudásomhoz, tehetségemhez, erőmhöz mérten, becsületes szándékkal a szocialista rendszer érdekében tettem, akkor 40 év után kellett, vagy kell arra rádöbbennem, hogy engedelmet kérek, itt nem minden jó volt, amit én az irányításnak megfelelően elvégeztem. És ami bennem keserűséget okoz, az, hogy most kell arra ténylegesen választ kapni, amit mi már
talán előtte is jeleztünk, hogy kérem, hát itt valami nem stimmel. Csak akkor azt mondta a kránk ezelőtt 10 éve, 15, hogy demagógok vagyunk. Ezek szerint a hivatalos politikával szembe kicsit becsapva érzi magát? Én nem a hivatalos politikával érzem magamat becsapva, hanem a hivatalos politikának a személy megtestesítőivel, azoknak a magatartásával kapcsolatban. Az, hogy most akárkihez hozzá nyúlnak, hogy így mondjam, ki bokáig, ki derékig, ki nyakig sáros. Tehát azt mondja, hogy én sokkal több, hogy is mondjam, becsületességet, őszinteséget tételeztem föl tömegében, mert én nem akarom egy kalap alá hozni az összes régi vezetőt, hogy az mind ilyen volt. De ilyenek is akartak, és pontosan az az, ami most nehezíti a munkánkat. Munkám végeztével, mikor hazajövök, akkor már nem én nem a szülőházban laktam, hanem azt lezárva elkészültem arra, hogy ugye én hosszabb időre elmegyek. És az utcánkból egy 3-4 házon lejjebbi másik soron kaptam albérleti lakást családommal együtt, és oda mentem ezen a nevezett napon haza munkából, amikor a favágító tuskon kint a háznál, falusi házoknál így van, üdöggel egy rendőr ruhás egyén, mert korosabb egyén volt, lábok között géppisztoly, vagy puska már, nem tudom, de géppisztoly, azt hiszem. És ahogy bemegyek a kapun, hát ő föláll, jön felém, fogad, hogy jön az a Völgyi József. Igen, én vagyok. Azt mondja, kérem szépen, arról volna szó. Nagyon kedves ember volt, én azt hiszem, hogy mivel koros volt, ez egy meggondoltabb ember lévén, már a föllépése is emberibb volt. Mondom, hogy meg lehetne ebédelni, vagy kérem, tessék, azt mondja, bemegyek én is, ezt a tessék, bejönni, mondom. Helyet foglaltunk, hát kérem szépen, meg sem ebédültem, a második fogáshoz kezdek, amikor dir-dur megáll valami jármű a ház előtt, és egy szürke polszki Warburg volt, amiből 3 géppisztolyos is egy vezető valaki száll ki, jön be, értem, a sofőr maradt kint. És akkor az öreget rettenetesen lehorták a lábáról, elmondták mindenféle vén szélhámosnak, talán velem akar boroznitól kezdve ilyen szövegek, és akkor megilletődve az öreg, de hát azt is azt a kituszkódták velem együtt, abbajtották a kosztolást, csak megengedték csókolni a feleségemet, a kisgyereket, és azt közrefogta a géppisztolyba, beütettek a szürke Varszavába. Elvittek, persze, hát eléggé késve volt a dolog, mert ezek úgynevezett ekhosszekerek már tele volt az udvar, úgyhogy én késésben voltam, nyilván, hogy bosszúság volt számukra. És akkor elmondtam ennek a főhadnagynak, aki a begyűjtő tiszt volt, hogy hát mind utolsó majdnem szó jogánk, gondoltam, jogom van azt megkérdeni, hogy miért van ez, hát én nem tudok erről. És az is, hát egy emberi embert ismerettem meg benne, mert nem volt olyan galád visszaszólása, vagy egy olyan agresszív föllépés, hogy hajde, gyerünk föl, hanem megnézett tetőtű talpig, és gondolkodóba esve mondja, hogy uram, nekem erre nincs időm, én ezért így vagyok kiküldve erre a posztra, így. Aztán oda be tessék valami a módot találni, hogy tisztázni. Hát, ha lesz. Józsi bácsi, itt van a kezemben az igazolás. Ön 1957. szeptember 26-án szabadult. Mit mondtak önnek? Milyen vád alapján ítélték el? Miért volt ön börtönben? Hát erre vonatkozólag őszinte leszek. Hát semmit nem mondtak, hogy miért. A népszerűséget, amit megemlített annak idején, a nyomozom, ez az intelligens képű nyomozom, ez fette a valóságot bennem is, nem is forcíroztam továbbá. Én ezért voltam biztos. El kellett útból addig tenni, még a konszolidáció folyt. Már nem voltam veszélyes ebben az időben, szeptember táján, meg a többi ilyen társadalom se, akiket nem ért esetleg bírósági ítélkezés. Minket hazaengedtek. Minden további nélkül még reffem sem volt. Ezt el kell mondanom. Eltelt azóta néhány év, néhány évtized. Van önben valami keserűség, valami sérelem? Haragszik valakire? Nem haragszik.
haragszom senkire sem. Ez az ördögi kör egyszer álljon meg, hogy haragszom rád, haragszik rám, meg bántalak téged, mert te bántottál engem. Kérem szépen, úgy veszem, hogy az ember a sorsából születik, nekem ez jutott osztályrészül. Nem haragszom senkire. Ugye, még emlékeznek erre az épületre? Valamikor, mondjuk úgy, még a régi világban takarékpénztár volt, utána évtizedekig a Vársi Tanács otthona. Toldozgatták, foldozgatták, aláducolták itt is, ott is, ám sorsát nem kerülhette el, életveszélyessé nyilvánították és lebontották. És végül ez lett belőle. Pihenőpark, fákkal, padokkal, megfáradt nyugdíjasoknak, gyerekeket sétáltató anyukáknak. Pihenőpark a városnak, a polgároknak. És a mai nappal egy kicsit szebb lett ez a város. Egy kicsit városiasabb lett. Egy kicsit gazdagabbak lettünk mindannyian. Kis József kertépítés terveit a Péti Nitrogénművek beruházási igazgatósága valósította meg. Tisztesség a tervezőnek, tisztesség az építőknek. Tisztelet Ciránszky Mária szobrásznőnek Tavasz című alkotásáért. Ő, Tavasz, a bronzhölgy, mától a miénk, várpolotaiaké. 1989. június 15. csütörtök. Krasznai Béla, a Városi Tanács elnök helyettese felavatja a pihenőparkot. A mai nappal egy kicsit szebb lett a város. Egy kicsit városiasabb lett. Egy kicsit gazdagabbak lettünk mindannyian. Pacsóné Fodor Sára várpalotán született több generációs néptanító családban. Tagja volt több országos, megyei és helyi társadalmi egyesületnek és szervezetnek. Sárika néni várpalota múltjának kutatásával foglalkozott, több munkájával is segítette a helytörténet bővítését, annak továbbadását az ifjúságnak és felnőtteknek egyaránt. Sokrétű tevékenysége alatt felkutatta többek között az 1848-49-es forradalom és szabadságharc palotai hőseit, illetve Várpalota régi mezővárosi címerét is, melyet egy év múlva hivatalosan is elfogadott településünk, és azóta is gazdagítja jelképeit. A Városi Televízió 1989-ben kérte kamera elé a tájházban Sárika nénit a kutatása kapcsán. Hol tart jelenleg a címerkutatásban? Hát pillanatnyilag körülbelül a háromnegyed részénél tartok, mert találtam három címert, amely eredetinek mondható, kevés változtatás van mindegyiken. Az egyiket a megyei levéltárban találtam, a másikat egy heraldikus küldte nekem budapesti levéltárból, a harmadikat pedig egy herendi porcelánon találtuk. Ez a három címer, amely elemeiben hasonlít mindegyik egymáshoz. Mikorra tehetők ezek a címerek időben kialakulásuk? Amit a Veszprém megyei levéltárban találtam, az 1847-ből való, a felirata pedig Szabad Palota Város. A második, amely hasonló elemekből áll, az az országos levéltárból való 1911-ből, amikor Palota már nagy község volt, de ezek szerint ugyanezt a címert használták. Ehhez hasonló, de ezen már több változtatás van, a 1942-ből való herendi porcelánon talált címer. Kérem, éljen a nyilvánosság lehetőségével, ha keres olyan embereket, akik a foglalkozásuk által, vagy érdeklődésük által segítséget nyújthatnak önnek. Mire figyelmeztetni őket, mire kérni őket? Hát arra kérném, hogy ha bármely régi iratot találnak otthon, olyat, amelyen pecsét van, Várpalota mezőváros felirással, az is jó, bár ezen címer nincsen. De ha olyat akad esetleg, amelyennek a közepébe címert találnak, olyan pecsét, azt feltétlenül hozzá kell nekem, vagy ide a tájházba, vagy pedig a lakásomra, a Schönherz utca 9-es szám alá.
Végig több címert emlegettünk. Most hogy lesz ebből kiválasztva végül is az eredeti, vagy az újonnan elfogadott? Hát ez már nem az én feladatom, mert ezt a heraldikusok fogják eldönteni, de elsősorban a tanácselnök kérésére kezdtem én ehhez a kutatáshoz, amikor már elegendő anyag lesz, akkor egy bizottság összeül, aki szintén megtárgyalja itt Várpalotán, hogy melyik címert tartja elfogadhatónak, de még mindig több címerről lesz szó, azután pedig népszavazásra, várpalotai népszavazásra fogják bocsátani. Mintegy 3 millió forint értékben hajtottak végre 28 évvel ezelőtt modernizációs fejlesztést a Várpalotai Vegyesipari Szövetkezetben. A részletekről Nemes Jenő műszaki vezetőt kérdezte Ármás János a munkaruhaüzemben. Egy veszteséges ágazatból a meglévő gépek felhasználásával és egy 3 milliós beruházással egy nyereséges ágazat jött létre a Vegyesipari Szövetkezetnél. Mit csináltak lényegében? Hát mind köztudott a város lakossága között is, a szövetkezetünk az országban előkelő helyet foglal el a különböző védőruhák gyártásában. Mi úgy láttuk, hogy az országnak, ahogy csökken a valuta kerete, tehát nagyon fontos import kiváltó tevékenységet tovább kell fokozni. Ez csak úgy érhető el, hogyha ezt a beruházást egy modernebb, korszerű gépekkel, minőségi mennyiségével tudjuk javítani. Ezért a szövetkezet már régebb óta készült ezen beruházás megvalósítására, amit sikerült április 10-ével megvalósítani. Az Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézetet felkértük arra, hogy alakítson ki nékünk a szövetkezet profiljába is ebbe a profilba bevágó beruházást, amivel hatékonyságot és minőséget tudunk növelni. Eleve mi ezt a szerződést úgy kértük az OMTK-tól, hogy csak akkor fizetünk, hogyha ténylegesen a vállalt minőség és mennyiség növekedést tudjuk teljesíteni. Ez 40%, és elmondhatom már most, hogy az első hónap után már 20%-os növekedést tudtunk elérni. Az új gépek beállításával ezeknek a lángmentes munkaruháknak a gyártásában a termelékenység mennyivel növekedett? Hát a lágmentes ruháknál, mint az előbb is mondtam, tehát eleve jelenleg 20%-os növekedés van, nem beszélve a minőségről. Itt el kell mondanunk azt, hogy most már mondtam a gépeket, tehát maga ebbe a beruházásba durván 2 millió forint az, ami maga a korszerű gépek beruházásából. Ebből 3 nyugatnémet és japán gépeket vásároltunk, ami magában 1,5 millió forint volt. Még nem teljes a beruházásunk, mert sajnos a magyar speciális gépek nem érkeztek meg. Ha azok megérkeznek, akkor eleve ez a termelés növekedés még felfutása várható, és akkor lesz durván ez 2 millió forint. Hát nagyon fontos a szövetkezet életében mondjuk ez a szalag, mert maga 60-70 millió forint éves termelési értékünk, amit ezen tevékenységgel el tudunk érni. Hadd állítsa meg egy pillanatra a munkában. Amióta ezen az új gépen tetszik dolgozni, mennyivel több a fizetésem? Hát még fizetést nem kaptunk, fix fizetést, majd ma lesz az első, úgyhogy majd ma fog eldőlni. Még nem tudjuk pontosan. Mit mondtak? Többet lehet ezen a gépen keresni? Hát termelékenyebb, reméljük, bízunk benne, hogy többet. A munkáját megkönnyítette, hogy ezen a gépen dolgozik? Hogyne, hát eddig sima textimagépen dolgoztam, ez egy japán láncöltésű gép, és gyorsabb, nagyobb teljesítményű. Nagyobb teljesítmény, és ön elfárad? Hát úgy könnyebb azért, szóval rugalmasabban tudunk dolgozni vele. Zágrábi képzőművészek alkotásaiból nyílt kiállítás 1989 nyarán a Nagy Gyula galériában. A következő tudósítás a tárlat megnyitóján készült. Ezzel megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! A történet szinte már meseszerű. Csiszár Ernő, a Túri György gimnázium tanára, neves esperantista, megismerkedett a zágrábi illetőségű Zlatko Pislyár úrral, aki egy nemzetközi kulturális irodaigazgatója. Az ismerettségből, az esperanton keresztül
Látogatás lett, abból megállapodás és egy szép kiállítás. Ma délután Csővári János Várpalota város tanácsának elnöke nyitotta meg a Nagy Gyula galériában Iván Sebalj, Nives Kuvarics Kustalics, Marianna Miljevics, Miroslav Sutej, Zvonimir Lonkarics, Ivica Sisko, Zlatan Vrkljan és Dubravka Babic zágrábi képzőművészek kiállítását. 8 alkotó, 8 egyéniség, 8 különböző világszemlélet. A Nagy Gyula galéria eddigi történetének legértékesebb, nyugodtan mondhatjuk európai szintű kiállítását az elkövetkezendő egy hónapban, hétfő kivételével, naponta 11-től 18 óráig tekinthetik meg az érdeklődők. Thank you.